Megyénkben ugyan nem, de országosan gyenge volt az idei búzatermés. A tavainál mintegy félmillió tonnával kevesebb termett, ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. A lisztára emiatt már 4-5 nem emelkedett kilónként. A pékek dolgát több más tényező is nehezíti, a forint gyengülése befolyásolja az import alapanyagok árát, a minimál még pedig további költségnövekedést jelent. Mindezeknek köszönhető utóbbi szót idézőjelbe téve, hogy a kenyer drágulására kell felkészülnünk. Ezt erősítette meg a Magyar Pék Szövetség alánöke is 35 perc című műsorunkban. Én azt gondolom, hogy az időszak az egyen októberben kezdődik el a tárgyalás a multiláncokkal, és egy folyamat lesz ennek az emelése. A mértéke az változhat, hiszen nem mindegy, hogy ezt a terméket, a sütépély terméket hol vásárolják meg, de én azt gondolom hogy ilyen 4-5 százalék véleményem szerint ilyen zágulás várható. Ha nem emelnek az árakon, könnyen veszteségessé válhatnak a sütőipari vállalkozások. Amelyeknek egyébként sokat segíthetnek a beruházás ösztönző támogatások, úgy mint a Széchenyi Kártya program. De lakatos Tibor szavai szerint jut majd forrás számukra abból a közel 2 milliárd forint értékű technológiai fejlesztésre fordítható keretből is, amely 2021-22 környékén érkezhet, és egy szét az élelmiszerfeldolgozók kaphatják. A végszakmának nagy szüksége van a támogatásra, hiszen sok más ágazathoz hasonlóan ezt is megviseltem, megviseli a koronavírus járvány. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a sütőipar ki tudta ezt a próbát, és igazából egyáltalán nem volt hiány ebbe az időszakban. Mai napig is el lehet mondani, hogy a, a boltok polcai tele vannak finom pékárukkal, és ugye ennek ellenére, hogy a, mi esetünkben is vannak megbetegedések, tehát ki tudtál, tudottál harcot állni a sütőipar, és ki tudta szolgálni a vevőket. Én azt gondolom, akik éjszaka dolgoznak, délután dolgoznak, az igen megérdemlik azt, hogy dicséretet kapjanak. A szakember beszámolt arról a tendenciáról, és miszerint az elmúlt években tudatosabbá váltak a vásárlók. Egyre keresettem meg a kovászolt kenyerek, amelyek amellett, hogy tovább eltarthatók, hamarabb elterítik az embert, vagyis kevesebbet is elég fogyasztani belőlük, és nem utolsó sorban egészségesebbek is. Mind többen vásárolnak közben kisebb kenyereket, ami a nyugati trendeket követi, ahol már alig árulnak kilós kenyeret a boltokban.